Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tevékenynek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tevékenynek gyümölcse Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mindennek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Annyira öröm nyugodalmat tesz, és az öröm világosság közösségét neki, nyugodja a végében. Amen. Naš koji je sjedin, sivan sveti se ime Tvoje, doći kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo, Marijo, milosti, na Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzneo. Sveta Gospodin s tobom,
blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus koji tebe djevice u nebo okrunio. Majko Božja, moli za nas grešnike. Smrti naše, amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus koji tebe djevice u nebo okrunio. Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji tebe djevice u nebu okrunio. Blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus koji tebe djevice u nebo okrunio. Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Jaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek. Amen. Pokoj vječni daruj njemu, Gospodine, i svjetlost vječna. Se na nas, kada proznojio. Sve je u nama, Bože,
a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság ügyességét neki. Nyugodjon békesség. Thank you.
Svemogući Bože, našu si crkvu subotičku povjerio svome sluzi, našem biskupu Slavu Alojziju. Daj da s mnogostrukim plodom svoga rada uđe u vječnu radost gospodara svoga. Te molimo po gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Bogu, koji s tobom živi i kranjuje u jedinstvu Duha Svetoga. Bog posve vjeke vjekova. Čitanje knjige o Jobu. Job progovori i reče: O, kad bi se riječi moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale, kad bi se željeznim dijetom i olovom u spomen vječan u stijenu uklesale. Ja znadem dobro, moj izbavitelj živi i posljednji će on na zemlju ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići i svoje ću puti tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati. Riječ Gospodnja. Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk.
tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Mindnyájan Isten ítélő széke elé jutunk. A Szentírásban ugyanis ezt olvassuk. Amint igaz, hogy élek, mondja az Úr, előttem meghajlik minden tért, és minden nyelv magasztalja az Istent. Tehát mindegyikünk számot ad magáról Istennek. Ez az Isten idéje. Vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből
kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életét. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk. Jézus így felelt nekik, bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ezek az evangélium igény. Krisztusban, kedves testvéreim! Mélyen megrendített Szlávtó püspök atya halála. Nem egész 2 évvel ezelőtt itt álltam, hogy őt a jelenlevő püspöktársaimmal együtt püspökké szenteljük, ma pedig püspökké szentelésének második évében azért gyűltünk itt össze, hogy megboldogult volt szabadkai püspökként ajánljuk őt a mindenható Isten végtelen irgalmába. Gyakran értetlenül állunk az Úr útjai és tervei előtt. És ebben, amint azt az első olvasmányban is hallottuk, nem vagyunk egyedül. Az első olvasmányban, amelyet Jób könyvéből vettünk, Jób, az igaz, ugyanezzel a problémával küszködött. Nem érti az Isten. Jób könyvét, annak főként központi részét olvasva, amelyet ma is hallottunk, körülbelül Krisztus előtt a 4. században állították össze. A történet ismerős, Jób igaz ember volt, gazdag és gyermekek sokaságával megáldott hívő ember. Minden jól ment neki. És ekkor az ördög a Szent Szöveg szerint próbára akarta tenni. Ha jól megy valakinek, könnyű Isten szeretni és parancsait betartani. De ha csak egy kicsit is szorul a helyzet, vajon mit fog tenni az igaz? Morfondírozott az ördög. És Isten megengedte neki, hogy Jobot tönkre tegye. Csak azt parancsolta meg neki, hogy az életét nem szabad bántania.
rövid idő alatt az igaz és gazdag, szerencsés, boldog jókor egy földből futó lett, ház, család, vagyonbirtok. Ami megmaradt neki, az az ő igazsága, az Istenbe vetett hite. Ahogy hallottuk, Jób azt mondja, tudom Jób, én ügyem szószólója, őrjék majd föld utoljára a földön. Hogyha fölébredek, magam elé állok, és meglátom még testemben az Isten. Hiszen, hogy mi is ezekkel, vagy ehhez hasonló érzelmekkel állunk ma itt, Jézus Krisztus örök főpapunk oltáránál, és lábkó testvérünk koporsója előtt. Azzal a hittel vagyunk szívünkben, hogy a mi Istenünk él, hogy ő maga mellé hívta lábkó testvérünket. Reméljük, hogy Szlávkó már megérkezett oda, ahová életében készül, és már színről színre látja Istenünket, a végső feltámadásban pedig testben fogja őt szemlélni. Abban a testben, amely most a betegség irtózatos nyomása alatt ketté törte életét, üspöki és papi szolgálatát és emberi kapcsolatait. De nem csak a hit az, amiben Jóbra hasonlítunk, hisz e hirtelen jött betegség előtt Szlávkó testvérünk egy viszonylag hosszú életet élhetett. Állomásról állomásra haladt. A kötelező sorkatonai szolgálat után egészen mostanáig, hirtelen haláláig. Egész életében az egyházban és az egyházért él-hal. Dolgozott és szenvedett. Bátran mondhatjuk, hogy áldás volt munkáján, Isten áldása, melyben általa mi is részesedtünk. 2020. szeptember 8-án Ferenc pápa püspöki szolgálattal bízta meg itt a Szabadkai Egyházmegyében. Rövid ideig szolgálhatta itt püspökként Isten népét, hisz egészsége rohamosan gyengült, még pár héttel ezelőtt valami megtört benne. Nagyon gyorsan eltávoztál tőlünk, Szlávkó testvérünk, azonban én biztos vagyok, hogy a jó Isten elképzelései azt, amire ő hívott téged a földi életben, legjobb tudásod szerint megvalósította, neki éltél az ő népének szolgálatára. Szent Pál apostol szavaival szeretném befejezni gondolataimat, Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében így ír, ezt a szöveget is ma hallottuk, senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, és meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és támad fel, hogy halottnak, élőnek Ura legyen. Szlávkó testvérünk Krisztusnak élt itt a földön. Hiszem, hogy most a mennyben Krisztus az ő irgalmas királya és ura. Amen. Predraga, čitava zajednice subotničke, zaročnice Kristove, na čelu s prezdragom monsignorom Ferencem, upraviteljem biskupije,
Poštovani svi okupljeni nasljednici apostola, carissimo Monsignore Simone, dragi si svećenici Kristovi i đakoni gospodni, prečasni oci Srpske pravoslavne crkve, braćo i sestre u Bogu posvećenom životu, sva visoko poštovana rodbino pokojnog nam brata biskupa Slavka, poštovani svi vi okupljeni i u vjeri, braćo i sestre u društvenom životu i javnim odgovornostima. O prelijepa Bačka, od stvaranja pa nadalje, majko tolikom životu i cvjetom poljano ljudskim i anđelskim pogledima, danas si mi u trepetu zastala. Ne, ni kozmički vjetrovi, ni morske oluje, ni rimski limesi, a kamoli ne prestane turbulencija tolikih naroda na ovim prostorima, ne mogu zaustaviti tvoj dah i ritam tvoga života. Ali može smrt. No, i smrt može samo privremeno, tek toliko da dublje udahnemo i bolje, braćo i sestre, promislimo. I u tom trenutku kratkoga predaha sada živimo. Svima vama koji je zastao dah, blizu sam sa čitavom našom crkvom, jer nam je blizu začetnik i dovršitelj svega. Svima vama, braćo i sestre, koji se pitate kako dalje, još sam i bliže smo, jer onaj koji je sve pozvao u život, sve privodi do neizrecive sreće i do neopisivog blaženstva. Da, privodi. No privodi jasno samo one koji poput Jova sada i ovdje ispovjedaju: ja znadem dobro, moj izbavitelj živi. Kada se probudim, sebi će me dići i svoje ću puti vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati. Očima mojim neće biti stranac. Za njime mi srce česne u grudima. Koliko njih od vas, koliko od sviju nas, predragi stanovnici Bačke, ali i čitave Vojvodine pa i šire, danas tako jasno ispovjeda svoj životni kredo, svoj vjerujem, onako kako je to pred više tisuć ljeća u prašini i u raspadajućem tijelu činio blaženi Job. Je li naše duhovno ozračje danas, je li ozračje današnje kulture ispunjeno silnom Jobovom čežnjom, za njim i srce čezne u grudima? Naš brat Slavko, čovjek, vjernik, kršćanin, svećenik i biskup, biskupove predrage nam biskupije, odlazi iz našeg današnjeg ozračja, ozračja samodopadnosti i samodostatnosti. Odlazi upravo zato da bi svojim izuzetnim svećeničkim srcem probudio našu samosvijest i protresao čak i naše strukture. Svi smo pomalo toga mišljenja da sve znamo, da sve razumijemo, te da kao takvi možemo procenivati sve i svakoga.
Sestra pak smrt pokucala je na naša vrata, ne samo na vrata brata biskupa Slavka. Pokucala je na naša vrata i u naša uvjerenja, na naše stereotipe i na naše sigurnosti, te suvereno očekuje naše egzistencijalne odgovore. Brate i sestro, na predivnom sadašu, prijatelji na bačkim cestama i svi vi sveznajući stručnjaci u društvenim i stručnim strukturama, zar i ti doista ne misliš da nema tebe iznad tebe? Zar nisi podsvjesno posve uvjeren da si ovladao svim tajnama i već ispio baš svako piće sve znanja? Smrt bilo koga od nas, ne samo smrt našega brata svećenika biskupa Slavka, pita mene i tebe. Zašto želiš biti toliko samodostatan? Kako to da svoje životno iskustvo postavljaš za mjerilo svekolikog života? Svoj pogled na život kao sveopće rješenje. Ne boj se dakle, zaručnice Kristove crkve Subotičke, pred tobom nije ni ponor, ni kriza, niti tragedija, pa čak ni neizvjesnost. Pred tobom je tek nova prilika, samo nova mogućnost da dublje i iskustveno otkriješ komu pripadaš, da bi danas i ti mogla ispovjedati, bilo da živimo, bilo da umiremo, Gospodinovi smo. Da, Gospodinovi smo, braćo i sestre. Njegove ruke nisu nemoćne i njegovo srce nije kameno. Njemu je sve moguće. On iz smrti stvara život, iz blata i gliba zlato, iz nejasnoće i neizvjesnosti sigurnost budućnosti. Upravo zato, braćo i sestre, tolikom ljubavlju slavimo Eukaristiju i hranimo se kruhom života. Svi mi dakle pred Gospodinom i u živoj vjeri ponizno priznajmo njega za apsolutno gospodara života i za apsolutno gospodara naše budućnosti. Amen. Erősítsd meg, Urunk, népedet a feltámadás hitében és a szeretet egységében. Jutalmazd meg Áron Szlavka főpásztorú munkáját és fáradozásait vagy szülők javakkal. Vigasztald meg, Urunk, az itt maradottakat, ne engedd, hogy a reménytelenség vegyen erőt rajtunk. Koji je u crkvi vršio službu svećeništva i biskupstva, da ga učini dionikom nebeske liturgije, molimo Gospodine. Gospodine, za sve koji su uspuli u nadi uskrsnuća, da ih dobrostivo primi u svjetlost lica svoga, molimo Gospodine. Gospodine, za našu braću i sestre što se ovdje okupišu u vjeri i odanosti, da nas saberu u slavu svoje kraljevstvo, molimo Gospodina.
Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svake zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Po tvojoj se volji rađamo, ti ravnaš našim životom. Tvojom se odlukom po zakonu grijeha vraćamo zemlji od koje smo uzeti. Ali si nas otkupio smrću svoga Sina, da nas iz groba digneš u slavu uskrsnuća. Iz toga s mnoštom anđela i svetih, tebi pjevamo pohvalnu pjesmu. Thank you.
Ecclergo dona quesumus spiritus tui rosa vitica, ut nobis corpus et sanguinis mian, Domine nostri Iesu Christi, qui cum passionem voluntari fraterem, accepit panem et gratias agens prege, dedifica discipulis suis dicens, accipite et comunicate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet. Simili modo os vaccinatum est, accipiens et calcem, iter gratias agens, dedies discipulis suis dices, accipite et bibite ex corpus, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis ebundetur, in remissione peccatorum. Mysterium fidei. Beatus apostolis
könyörgésünk, hogy a szent áldozat érdeméből örökre egyesüljön Krisztussal, akiben remél és akit hirdetett, ő, aki él és kalkodik mindörökkön örökké. Gyászoló testvéreim, nem ért váratlanul, mégis megrendített bennünket a hír, Szlavcsó püspök atya eltávozott a földi életben. Tudtuk betegségét, tudtuk azt, hogy küzd az életért, de mégis, amikor tudomásunkra jutott halál híre, megrendített bennünket. Szentelésén a Covid-járvány miatt nem tudtam részt venni. Most azonban belső kötelesség hozott el, keresztény végtisztességet megadja a Szlavko püspök atyának, úgyis, mint a szomszédos egyházmegye püspökének, és úgyis, mint az egykori kalocsai érsekség területén kialakult új püspökség főpásztorának a kegyeletet. Emberi szemmel, gondolkodással nézve befejezetlen torzó volt ez a püspökség. Mindössze, de még nem is teljesen 2 év. Chesterton azt mondja, a kis karikagyűrű épp olyan végtelen, mint a nagy. Ez alatt az idő alatt is Isten szemében értékes művet hagyhatott hátra. Az a püspök, aki engem szentelt, az is 2 évig volt Vác püspöke. Mégis nem csak én, hanem az akkori hívek is jó emlékezettel gondolnak rá. Gondolom a szabadkai egyházmegye, magyar-horvát hívei egyaránt, hiszen az az életpálya, amit előtte már ő megfutott, az is ott él sokaknak a szívében. Nem is kell a felszólításnak eleget tenni, amit a zsidókhoz írt levél írója mond az akkori híveknek. Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek. Mert Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. De a mi emlékezetünk csak addig tart, amíg mi élünk. Sokkal fontosabb, ha egy emberről az Isten emlékezik meg, mert az ő emlékezette örökké tart, s akire ő emlékezik, az vele van. Hát így a temetési alkalmával kérjük a föltámadt Krisztust, emlékezzél meg, Urunk, Szlavko püspök atyáról. Amen. U ime svih članova Hrvatske biskupske konferencije na čelu sa našim predsjednikom monsignorom Želimirom Buljićem, nadbiskupom, bogoslovima i vjernicima te rodbini pokojnoga biskupa monsignora Slavka Večerina. Mi ljudi snujemo, pravimo planove, dogovaramo se, no trojedini Bog je onaj koji nas je stvorio u svojoj providonosnoj ljubavi i koji nas privlači k sebi. Tako smo i mi prihvaćali dragog pokojnika kao jednog od najbližih suradnika biskupa Ivana Pemzeša, te smo se kao episkopat obradovali i njegovom imenovanju subotičkim biskupom na Malu Gospu prije 2 godine, te smo kao ljudi i pastiri crkve zajedno s njim snovali
uzajamnu podršku u doprinosu rastu crkve i kraljevstva Božjega na područjima naših odgovornosti. Vjerničko-kršćansko iskustvo i pokojnog biskupa Slavka bilo je da i prije nego što se mi u vjeri otvaramo Božjoj riječi i njegovim naumima, on je već prije toga izabrao nas i svojim svetim duhom raspoložio naše srce za uzvratnu ljubav i darovanost njemu. Po Kristu smo stvoreni na njegovu sliku. S Kristom hodimo i u Kristu je naš smiraj i naša budućnost. I Krist Gospodin nas je iznenadio vješću, najprije o moždanom udaru biskupa Slavka. Zajedno smo sa svima vama molili i gajili nadu da će se on oporaviti i nastaviti ondje gdje je započeo. No danas smo svi pozvani produbiti i ponovno ispovjediti svoju vjeru da je Krist raspet i uskrsli Gospodin, da su njegova vremena i vjekovi i mi u njima, te obnoviti svoje povjerenje u njegovu ljubav, u njegovo vodstvo crkve, te osobne i zajedničke povijesti. Vjerujući da je trojedini Bog s ove i s one strane našega ljudskoga života i povijesti, te da on, čija smo stvorenja, ne može dopustiti da propadne i jedno stvorenje njegove ljubavi, ovih smo dana s vama ujedinjeni u molitvi za pokojnog biskupa Slavka, koji vas je toliko puta okupio oko euharistijskog stola, da ga Gospodin sada pozove za svoj nebeski stol. Istodobno želimo i dalje biti podrška vašoj dragoj biskupiji u granicama naših mogućnosti. Ispunija nas Gospodin sve svojim mirom. Preuzvišena gospoda, nadbiskupi, biskupi, prečasna braćo svećenici, časne sestre, časna braćo redovnici, cijenjeni predstavnici crkava i vjerskih zajednica, poštovane dame i gospodo iz javnog, političkog i kulturnog života, poštovani predstavnici nacionalnih vijeća, drage sestre i braćo u Kristu. U ovim žalosnim trenucima opraštaja od našeg dragog biskupa Slavka Alojzija Večerina namiru nam osjećaj tuge. Očekivali smo da će on još puno godina biti s nama i da će još mnogo toga ostvariti od onoga što je namjeravao kao pastir Subotičke crkve. Kao njegov dugogodišnji prijatelj, još od bogoslovskih dana u Zagrebu, bio sam sretan kada je bio imenovan biskup. Znam da mu imenovanje nije lako palo, ali se odgovorno predao Božjoj volji. Mnogo je toga i ostvario u svojoj kratkoj pastirskoj službi. Međutim, njegova iznenadna i teška bolest sve je to prekinula. U ovom trenutku zahvalimo dragom Bogu što smo imali dobrog pastira u osobi Monsignora Slavka Večerina. Hvala i njemu sam za sve što je učinio za Subotičku biskupiju, što je ljubio svoj narod, svoje stado, cijenio i uvažavao nas, svoje suradnike. Neka ga milosrdni Gospodin nagradi.
vam koji ste ga poštivali ili vas je s njim vezivalo prijateljstvo. Nagy méltóságú érsek és püspök ura, pap testvéreim, szerzetes nővérek, szerzetesek, egyházak és vallási közösségek, tisztelt képviselői, köztiszteletben álló politikai és kulturális élet képviselői, a nemzeti tanácsok tisztelt elnökárói, kedves testvéreim az Úrban. Egyházmegyénk híveit szomorúság tölti el, mert búcsúznunk kell kedves püspök atyánktól, Monsignor Slavko Vecserintől, akinek nagyon rövidre adatott a főpásztori szolgálata, de amelyet lelkesen, odaadóan és alázatosan végezett. Megköszönjük a Jóistennek, hogy személyében a Szabadkai Egyházmegyének jó lelkű vezetőt adott. Hálásak vagyunk a Nékai püspök atyánk szeretetéért és munkatársai felé tanúsított megbecsülését. A mennyei Atya jutalmazza meg fáradozásait az örök életben. A Szabadkai Egyházmegye nevében mindenkinek köszönöm a részvénynyilvánítást, egyúttal keresztény együttérzésemet fejezem ki mindazoknak, akik tisztelték, vagy baráti kapcsolatot ápoltak a néhai püspök atyánkkal. Zahvaljujem na osobiti način Monsignoru Stanislavu Hočevaru, beogradskom nadbiskupu i metropolitu za njegovu blizinu kroz proteklih mjesec dana. Jednako hvala Monsignoru Ladislavu Nemetu, srednjaninskom biskupu i predsjedniku Međunarodne biskupske konferencije Svetog Čirila i Metoda, što je predvodio današnje obrede. Hvala Monsignoru Đuri Hraniću, nadbiskupu i metropolitu Čakovačkom Osječkom i Monsignoru Balažu Babelu, nadbiskupu i metropoliti Kalačkom Kečkemeckom na riječima potpore. Köszönöm, Monsignor Đuro Hranić, Diakovár, Eszéki Érsek, metropolita, valamint Monsignor Babel Balázs, Kalocsa Kecskeméti Érsek, metropolita, támogató, vigasztaló szavait. Simon Bolivar Sánchez Carrion, odpravniče poslova apostolske nuncijature u Republici Srbiji, hvala vam za nazočnost. Vi ste nam prije svete mise donijeli pismo njegove uzoritosti kardinala Pietra Parolina, državnog tajnika njegove svetosti, to jest on se obratio u ime Svetog Oca Franje, u kojem on zahvaljuje svima koji su djelovali na liturgiji sprovoda. Zahvaljuje dragom Bogu za svjedočanstvo vjere pokojnog biskupa Slava, za njegove molitve, žrtve i pastirsko služenje koje je vršio s tolikom brigom. Poštovani Simone, vi prenesite naše pozdrave i izraze udanosti našem svetom ocu Franji. Hvaljujem nadbiskupima i biskupima za sudjelovanje u ovim obredima. Minden Érsek és püspök úrnak megköszönöm a részvételt a mai szentmisén és szertartásra.
velünk vannak ma este, s nem a szüvecsőhöz. Monsignor Tomo Vuksic, arbiszkup metropolit Vrhoboszárszki, apostolszki upravitej, vojnok ordinariáta u Bosni Hercegovini i predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Monsignor Rock, John Lepšaj, nadbiskup Arski, potpredsjednik Međunarodne biskupske konferencije Svetog Čirila i Metoda. Monsignor Mate Uzinić, riječki nadbiskup Koadjub, Kocsi Spülő hajdudorogi görög katolikus érsek metropolit. Monsignor Antusko Skorcsevics, Bozseski biszkup, Monsignor Csúró Gaspárovic, Szrievszki biszkup, Monsignor Csúcsár, Epirhajszki biszkup, Epárhie, Svetog Nikolája, Monsignor Böcskei László, Nagyváradi megyéspüspök, Monsignor Vjekoszláv Kuzia, Bjelovarsko, Križevački biszkup, Monsignor Ivica Betej, Betanja, Brčki biskup, Monsignor Petar Pavić, biskup Mostarsko-Duvanjski i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski, Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyéspüspök, Monsignor Ivan Stironja, kotorszki biskup, Monsignor Rocco Glasnovic, dubrovački biskup, Monsignor Fabian Svalina, srijemski biskup, Monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački, Monsignor Ilija Janjić, kotorski biskup u Miru, Monsignor Tud Tamás, magyar katolikus püspöki konferencia titka, Prečasni Krunoslav Novak, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, Fra Milan Krišto, provincijal, ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda, Don Ensopi, delegat biskupa Prizrenskog Prištinskog, otac Vladimir Sedla, delegat Vladike Križevačkog, otac Nikolaj Grizelj, delegat provincijala Hrvatske Karmelske provincije Svetog Otca Josip. Preuzvišena gospodo nadbiskupi i biskupi, hvala vam za nazočnost i potporu našoj subotičkoj biskupiji koju ste danas iskazali. Čast tvojim dolaskom. U ime Vladike Bačko, gospodina Ireneja, pozdravljam oca Miodraga Šipku i ostale svećenstvo. Iskreno hvala svim predstavnicima vjerskog i društvenog života. Hvala i izrazima sučuti patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, kao i gospodinu Rokanoviću iz Republike Srbije, iz Ministarstva pravde. Hvala svima koji su pridonijeli da današnji obred bude molitve i dostojanstve, a na osobiti način želim zahvaliti svojoj braći svećenicima koji su bili uz našeg biskupa u njegovoj teškoj bolesti, kao i djelatnicima na biskupi, liječnicima i njegovateljicama, katedralnom zboru i glazbenicima. Hvala vama, dragi vjernici, na vašoj molitvi i odanosti. Nagy méltóságú érsek és püspök urad, a
Nagyon köszönöm a jelenlétüket és a Szabadkai Egyházmegye támogatását, amelyet mai részvételükkel jeleztek. Őszinte köszönet a vallás és a társadalmi élet minden képviselőjének. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a szertartás imádságos és méltóság teljes legyen, és külön köszönetet szeretnék mondani paptestvéreinek, akik püspökünk súlyos betegsége idején mellette voltak, az egyház megye dolgozóinak, a Székes Egyház kórusnak, valamint az orvosoknak is hálóan. Köszönöm minden kedves hívő imádságát, és hűséges odaadás.
Testvérünk, Szlávko püspök Krisztus békéjében hunyt el. Az örök életbe vetett hittel és reménységgel ajánljuk őt mennyei atyánk szerető irgalmába. Kísérje őt imádságunk, hogy aki a kereségben Isten fogadott gyermekévé lett, és annyiszor vette magához az élet kenyerét az Úr asztalánál, most eljusson Isten gyermekeinek asztalához, és a szentek jellegűt részesüljön a megígért örök boldogságban. Kérjük az Urat önmagunkért is, hogy akik most sírunk és gyászolunk, egykor testvérünk társaságában találkozhassunk Krisztussal, amikor ő, a mi életünk, megjelenik dicsőségében. Emlékeztessen ez a szentelt tízkerességünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, keresztalálával és feltámadásával megváltott minket. Legyen ez a tömjén a tisztelet jel a megkeresztelt ember teste iránt, amelyet a szentségek a Szentlélek élő templomává kavarta. Thank you.
cseszkedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
Iskaži, molimo te, Gospodine, milosrđe svom preminulom sluzi Slavku, da ne primi muka kao plaću za svoja djela, jer je želio vršiti tvoju volju. Ovdje ga je prava vjera vezala s nožnom.